Több verekedés is volt, ezért a rendőrök néhány embert kiemeltek a tömegből a szélső jobbosok úgynevezett becsületnapi rendezvényén a Városmajorban. Tőlük néhány méternyire ellentüntetők sorakoztak fel, akik folyamatos skandálással próbálták megzavarni a megemlékezést. Körülbelül 500 fekete ruhás emlékezett meg a Városmajorban, a kordonok mögött pedig pár száz ellentüntető próbálta megzavarni a rendezvényt. Több embert is kiemeltek a tömegből. A demonstrációt a várban akarták megtartani, de a rendőrség nem adott nekik engedélyt. Fellebbezésüket a bíróság elfogadta, így a Városmajorban kaptak helyet. A várban ezzel egy időben három budai kerületi önkormányzat kiállítást rendezett, Budapest ostromának 75. évfordulója alkalmából. 75 évvel ezelőtt ért véget az a hadművelet, amelynek következtében a magyar főváros nagy része romba dőlt. Lakosai közül több tízezren meghaltak, másokat pedig hosszú időre elhurcoltak. A kiállítást Ungvári Krisztián történész állította össze. Voltak, akik elkergették a gyilkosokat fegyverrel, hogy megakadályozzanak vérengzést. Ők hősök. Rájuk emlékezzünk. És voltak, akik szintén döntöttek. Döntöttek és tömeggyilkoltak. Saját polgártársaikat ölték halomra. Háborús tömeggyilkosságokat követtek el korábban, és itt fejezték be pályájukat. Rájuk is emlékeznünk kell. Budapest ostromában körülbelül 120 ezer katona és közel 40 ezer civil vesztette életét. Minden családnak, mindenkinek megvan a maga emlékezete és története ezekről az időkről. Ezek az emlékezetek, bár látszólag akár egymásnak ellentmondhatnak, vagy akár egymással szemben állhatnak, valójában mindegyik egyszerre, egymás mellett és együtt is érvényes. Eltagadhatatlan és elvitathatatlan mindenkitől a maga fájdalma. A kiállítás kormánypárti és ellenzéki polgármesterek támogatásával jött létre. Azért tetszik ez a kiállítás, mert nem nagy, hanem kicsi. Nem elveket hangoztat, hanem személyes történeteket mond el, a mi lakóhelyünkről beszél, a mi utcánkat mutatja meg, a mi házunkat mutatja meg. A rendezvényen megjelent Budapest főpolgármestere is, aki úgy látja, a város elkezdett mélyebben belenézni a történelem kútjába. Felismerjük a szenvedést, mindenki szenvedését, és elismerjük azt, hogy ezek között nem lehet a rangsor fölállítani. A kerületek azért kezdeményezték a kiállítást, mert az elmúlt években a szélső jobb oldal megpróbálta kisajátítani ezt az időpontot, és torzképet festett a főváros 1945-ös ostromáról.